Üdv mindenkinek, G.V. Cooper vagyok, és szeretettel köszöntelek titeket a G.V. Cooper History legújabb adásában. Napra pontosan 175 éve történt a magyar történelem talán egyik legfelemelőbb pillanata az európai forradalmi megmozdulások hatására 1848. március 15-én értelmiségi fiatalok egy maroknyi csoportja Budapesten reggel fél kilenc tájékán kimasírozott egy kávéházból az utcára, hogy maguk mellé vegyék az egyetemistákat, talpra állítsák a pesti népet és kiharcolják a magyar szabadságot. Az alig néhány tucatnyi fiatalból álló csoportosulás délutára egy körülbelül 20 ezer főnyi tömegét duzzadt, és bátran hömpölyögtek Pest utcáin, hogy kikényszerítsék akaratukat a a nagyméltóságú helytartó tanácstól, és kiszabadítsák börtönéből a jobbágy felszabadítás egyik emblematikus alakját, Táncsics Mihályt. No és itt álljunk meg egy pillanatra. Mi okozta az imént bemutatott, egyre növekvő magyar tömeg dühét? Mi ellen lázadtak fel? És valóban úgy történt minden, ahogyan az elterjedt a köztudatban. A következő percekben egy igen izgalmas utazásra indulunk. Röviden megismerkedünk az 1848. március 15-ei eseményekkel és annak előzményeivel, majd néhány a forradalommal kapcsolatos mitosz nyomába eredünk. Talpra magyar, tartsatok velem! ezer évig híztak rajtunk az urak. Most rajtatok a mi kutyáink hízzanak. Vasvillára velük aztán szemétre. Ott tegyék a kutyák őket ebédre. Részlet Petőfi Sándor dicsőséges nagyurak című verséből. 1845 és 1847 között jóformán egész Európát egy erőteljes pénzügyi, gazdasági válság sújtotta, legfőképpen az asszálynak, illetve az ipari forradalomnak köszönhetően az élelmiszerárak drasztikusan növekedtek szinte mindenhol, és egyre több ember vált munkanélkülivé, ez pedig érthető módon politikai feszültségeket eredményezett. A kontinens középső és keleti felén főleg a függetlenségi törekvések, míg a nyugati részen a munkáskérdés és a választójog voltak a középpontban. 1847 év végén szerte Európában már történtek mozgolódások, az 1848-as év elején pedig Anglia és Oroszország kivételével egész Európában forradalmak robbantak ki amolyan lánc reakcióként, az emberek fellázadtak az egyre tarthatatlanabb és élhetetlenebb állapotok miatt. A népek tavaszának elnevezett esemény az 1848-as január 12-ei szicíliai forradalommal indult, és ez a forradalmi hullám végig söpört jóformán az összes európai nem. Nemzeten. Abban az időben a magyar királyság és az osztrák császárság együttesen alkotta, közös uralkodója volt a két országnak, 5. Ferdinánd Habsburg házi osztrák főherceg személyében. Bár létezett magyar országgyűlés, annak nyelve akkoriban a német volt, és ez csak kis szelete annak, hogy a magyarok mennyi hátrányt szenvedtek a saját országukban. A magyar rendek próbáltak az önállóságra törekedni, ám az uralkodó minden ilyen kezdeményezést elutasított. A magyar társadalom minden egyes rétege alaposan megszenvedte ezt az időszakot, és bár később kaptak engedményeket az oktatás területén, illetve az uralkodóház enyhített a jobbátság terhein, akkorra egyre több magyar érezte úgy, kezükbe kell venniük a saját sorsukat. Bár már az 1789-es francia forradalom nagy hatással volt a magyar értelmiségre, és egyre inkább erősebb gyűlöletet tápláltak az uralkodók iránt, az egyik szikra az 1848. február 22-én párizsi volt, amikor Párizs népe közel másfél ezer barikádot állított fel utcakövekből, leszaggatott kapukból és hintókból, a katonai őrhelyeket elfoglalták, betörtek a fegyverraktárokba, és hiába vonult fel ellenük a királyi hadsereg, február 24-én a fellázadt tömeg elfoglalta a királyi palotát, ahol az emelvényről letaszították a király trónját. Orleáni Lajos Fülöp, az utolsó francia király félelemtől reszketve menekült el a dühös nép elől. Európa szó szerint lőporos hordóvá vált. Kossuth Lajos, a Pesti Hírlap nevű napilap megalapítója, aki már évek óta fellépett a feudális kiváltságok ellen és a polgári szabadságjogokért küzdött, 1848. március 3-án egy pozsonyban tartott beszédében alkotmányos átalakítást követelt a birodalom egész területén. Alig tíz nappal ezután, március 13-án kirobbant a Pécsi forradalom. Ez volt a végső szikra, hogy Magyarországot is elérje a megsemmisítő forradalmi hullám, ám az ismert költő Petőfi Sándor a magyar forradalom bekövetkezte előtti napokban még így írt naplójában. Általános volt a lelkesedés, de még nem történt semmi. Azokban az időkben, 1848-ban Pest-Buda az ország egyik jelentős szellemi központjának számított, a fiatal értelmiségiek egy csoportja pedig rendszeresen a Pilvax Kávéház néven elhíresült épületben tartotta a gyűléseit. Ehhez a csoporthoz tartozott többek között az említett Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Irinyi József vagy Jókai Mór. A fokozódó forradalmi hullám hírére ez a csoport megbeszélte március 9-én, hogy március 19-e lesz a Magyar Forradalom napja, és egy bankettet kezdtek szervezni a Rákos mezejére, az országos József napi vására. A fellelkesült társaság megfogalmazta a legendás 12 pontot, majd Petőfi egymás után két verset írt, a dicsőséges nagyurakat, március 13-án pedig a nemzeti dalt. Azonban, amikor kitört a Bécsi forradalom március 13-án, úgy határoztak, nem halogathatják tovább a felkelést, és 14-én este Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Vidacs János, Sükei Károly, Bujovszki Gyula, Vajda János és Jókai Mór elhatározták, másnap reggel érvényt szereznek a megírt 12 pontjuk közül legalább az elsőnek, és cenzori engedély nélkül kinyomtatják a 12 pontot, illetve Petőfi Nemzeti Dal című versét, talán nem kizárható, hogy a Dicsőséges Nagyurak című fantasztikus Petőfi verset egyes értelmiségi fiatalok túl erőszakosnak találták. Így gyorsan megemlíteném, ha már március 15-e, hogy mindenképpen javaslom nektek meghallgatásra Mácsai Pál színész előadásában a Dicsőséges Nagyurak című verset, egészen fantasztikus és felemelő előadás, az igazi forradalmi tűz minden egyes szikrája felfedezhető benne. 1848-ra visszatérve másnap reggel Március 15-én csöndesen szemerkélő esőben kezdődött a magyar forradalom. A később márciusi ifjaknak elnevezett csoport tagjai Petőfivel az élen a Pilvax kávéházból elindultak az egyetemre, majd aztán tovább a 60 utcába, ahol a nép nevében lefoglalták a sajtót, délután háromkor nagy volt a Nemzeti Múzeumnál, majd a több tízezresre duzzadó tömeg a Pest városi tanácshoz vonult, forradalmi választmány alakult, majd kiszabadították a sajtóvédség miatt 1847-ben elítélt Táncsics Mihály nevű írót, publicistát börtönéből. Ez volt hát röviden a március 15 i forradalom, ahogyan mindannyian ismerjük. No de valóban úgy történt minden, ahogyan azt annak idején az iskolában megtanultuk. Tényleg felolvasta a Nemzeti Múzeumnál Petőfi a Nemzeti Dalt. Tényleg besugó volt a Landerer nyomda vezetője? Tényleg olyan fenkölt pillanat volt Táncsics kiszabadítása. A következő percekben időrendben követhetjük végig a március 15 i forradalom fő bálomásait, és megtudhatjuk, vajon egy-egy cselekmény -egy szálhoz kapcsolódó mítosz, szóbeszéd, illetve legenda a valóságon alapul, vagy puszta fikció, amely kisé magasztosabb színben szerette volna feltüntetni annak a napnak az eseményeit. A videó első részében közlöm az állításokat, a második felében pedig kiderül, az állítások igazak vagy hamisak, eldől, vajon megállják-e a helyüket a történelem sokszor ingoványos talaján, vagy sem. A köztudatban kimondottan elterjedt, miszerint a 12 pont néven elhíresült kiáltványt forradalmi révületben fogalmazták meg a márciusi ifjak a Pilvax kávéházban, amely az alábbiak szerint állt össze egy kerek egészé, most felszeretném olvasni a pontokat, és minden egyes pont után adni egy rövid kis magyarázatot. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését! Azokban az időkben cenzorok figyelték a nyomtatott sajtót, és a nem kívánatos írások publikálását megakadályozták. Felelős minisztériumot Budapesten. 1848-ban nem létezett magyar kormány, hanem magyar királyi helytartó tanács. Évenkinti országgyűlést Pesten. Országgyűlést azokban az időkben csak az uralkodó rendelhetett el, és mindig pozsonyban került rá sor. Törvény előtti egyenlőségek polgári és vallási tekintetben. A forradalmárok a polgári jogrendszert követelték az akkoriban uralkodó nemesi előjogok helyett. Nemzeti őrsereg. Akkoriban Magyarországnak nem volt önálló katonai ereje. Közös teherviselés! Azokban az időkben a nemesek adómentesek voltak, ezért a polgárok követelték, hogy ők is fizessenek adót. Úrbéri viszonyok megszüntetése! A jobbágyoknak nem lehetett saját földjük, egy Hübér úrtól kellett azt bérelniük. Eskücszék képviselet egyenlőség alapján! A feudális bíráskodás alatt a törvények bírói jogokkal ruházták fel a földes urakat, a polgárok azonban követelték a törvénykezés függetlenségét. Nemzeti, nemzeti bank. bank Magyarországnak akkoriban nem volt önálló jegybankja, ezt a feladatot az osztrák nemzeti bank látta el. A katonaság, katonaság esküdjék meg az alkotmányra, az alkotmányra magyar a katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket, a külföldieket vigyék el tőlünk. A Habsburg birodalmon belül nem létezett önálló magyar hadsereg. A politikai, politikai státusz foglyok szabadon, szabadon bocsátassanak. A császári udvar minden olyan embert, aki bírálta a rendszert, börtönbe vetette, például a már említett Táncsics Mihályt is. Unió A török hódoltság következményeként Magyarország három részre szakadt, megalakult az önálló Erdély, a Habsburgok is külön fejedelemségként kezelték, a polgárok azonban Erdély és Magyarország újbóli egyesítését kívánták. Ez hát a 12 pont. No de pontosan miért és hogyan fogalmazódott meg a magyar köztudatban legendássá váló 12 pont? Mi volt az oka, hogy megíródott és kiárult hozzá leginkább a megszövegezéséhez? Hamarosan kiderül, most azonban lépjünk tovább és ismerkedjünk meg az ikonikus helyszínnel, a Pilvax kávéházzal. Azt hiszem, ha valaki meghallja a Pilvax kávéház nevet Magyarországon, bizonyosan az 1848-as március 15-i forradalom jut eszébe a helyiségről, és az a maroknyi fiatal, akik azon a napon a fokozódó nyomás hatására fellázadtak a hazájukban uralkodó állapotok ellen. A Pilvax lett a nemzeti érzelmek szintere, amelynek óriási kulturális és történelmi hatása lett, hiszen a forradalom egyik legfőbb mozzanata innen indult. No de a pilvax valóban pilvax volt azokban az időkben. És miért pont odajártak a Petőfi Sándorhoz hasonló művész lelkű fiatalok? És mi történt a forradalom kitörése után a híresé és legendássá váló kávéházzal? Nem sokára megtudjuk, most azonban kövessük az innen kivonuló márciusi ifjakat, egészen a Landerer és a Hekenast féle nyomdáig. Talán a forradalom egyik legemblematikusabb pillanata az egyre gyarapodó márciusi ifjak nyomdafoglalása volt, amikor a cenzúra ellen lázadva az akkori 60 utcában található Landerer és Hekenas nyomdát bevették a fiatal forradalmárok, akik akkora körülbelül már 2000-en voltak, és erőnek erejével kinyomtatták cenzori pecsét nélkül a 12 pontot, illetve a Petőfi Sándor által írt nemzeti dalt, majd aztán a nyomtatott szövegekkel vonultak a Nemzeti Múzeumhoz, majd a Városi Tanácshoz. De tényleg így zajlott a Landerer nyomda elfoglalása, és a forradalmárok miért pont a Landerer Lajos által üzemeltetett épülethez vonultak. Talán éppen azért, mert a szóban forgó illető Landerer Lajos köztudottan egy besugó volt, aki jó kapcsolatot ápolt a bécsi udvari körökkel és a titkos rendőrséggel. Mi igaz az itt elhangzott felvetésekből? Mielőtt erre válaszokat kapunk, gyorsan siessünk a tömeg után a Nemzeti Múzeumhoz, ahol kicsit jobban megismerkedhetünk Petőfi Sándor egyik legismertebb költeményével, a Nemzeti Dallal. Szintén ikonikus mozzanata a magyar 48-as forradalomnak, ahogyan Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén áll, esőcseppek hullanak a mentéjére, kezében a maga által írott nemzeti dal egyik nyomtatott példányát tartja, és fennhangon olvassa fel azt a közel 20 ezer fősre duzzadó tömegnek, és az ismétlődő esküszünk, esküszünk, esküszünk hogy, hogy rabok tovább, tovább nem, nem leszünk lesz. sort, ezernyi forradal már üvölti torka szakadtából. Magasztos és dicső pillanat ez, de vajon valóban így történt? Petőfi tényleg felolvasta a délutáni nagygyűlésen a Nemzeti Dalt a forrongó, lázongó tömegnek. És mi a helyzet az első sorral, amely így hangzik: Talpra magyar, híja haza! Ez a mondat Petőfitől származik, esetleg segített neki valaki a helyes megfogalmazásban. Már nem kell sokáig várni a válaszokra, de előtte még segítsünk a márciusi ifjaknak kiszabadítani Táncsics Mihályt a börtönéből. Általános iskolában bizonyára alaposan kivódott a budai börtönben raboskodó Táncsics Mihály kiszabadítása. Egy igazi hősi pillanat, amikor a bécsi udvari körök ármánykodása miatt börtönbe vetett Táncsics Mihályt, a forradalmat kirobbantó tömeg kiszabadította a cellájából, hangos üdvrivalgás közepette, Táncsics pedig kezeit lengetve üdvözli a forradalmat és a hömpölygő tömeget, majd díszkísérettel vonul végig Pest és Buda utcáin, miközben boldog mosoly látható az arcán. Vajon tényleg ilyen szentimentális események közepette szabadult ki Táncsics Mihály a börtönéből? És a férfi büszkén vett részt a szabadulása utáni díszmenetben. Eljött hát az idő, hogy az előző rövid kis fejezetekben felmerülő kérdésekre kisé részletesebb, alaposabb válaszokkal szolgáljak nektek. Jöjjenek hát a mitoszoktól és legendáktól megcsupaszított tények. Bár jól hangzik, hogy a 12 pont néhány forradalmi hevületbe kerülő fiatalember papírra vetett követelése volt, valójában már sokkal korábban felmerült a gondolat egyes magyar emberekben, hogy meg kellene fogalmazniuk elégedetlenségüket az akkoriban Magyarországon uralkodó állapotokkal szemben. Már 1825-ben vita volt az országgyűlésben a magyar nyelv használata. 1830-ban jelent meg Széchenyi István író közgazdász hitel című alkotása, amelyben Magyarország társadalmi és gazdasági átalakulását sürgette. Ezeket a gondolatokat 5. Ferdinánd és udvartartása nem nézte jó szemmel, ezért a magyar reform mozgalom számos alakját börtönbe záratta, ám a mozgalom haladt tovább, ezért 1847 nyarán megalakult Gróf Battyányi Lajos elnökségével a Magyar Ellenzéki Párt programjukat Deák Ferenc, az ellenzéki kör igazságügyi minisztere fogalmazta meg, amelyben többek között követelték a magyar kormány létrehozását, a közteherviselés bevezetését, a törvény előtti egyenlőséget, a sajtószabadságot, a gyülekezés jogát, illetve Erdély Magyarországhoz való csatolását. Ez az ellenzéki nyilatkozat lett a márciusi forradalom programja, Kossuth Lajos 1848. március 3-án egy felirati javaslat keretében terjesztette elő a pozsonyi országgyűlésben ezeket a követeléseket, amely március 4-én elfogadásra került. Ezt hallva a pesti ellenzéki kör több bekezdéssel is bővíteni kívánta a petíciót, ezért irányi Dániel, a nemzeti kör tagja, politikus és publicista pozsonyba utazott, ahol erről tárgyalt Megegyeztek, hogy Kossuth felirati javaslatát országos megmozdulásokkal fogják támogatni. A petíció szövegének elkészítésével Irinyi Józsefet bízták meg, aki március 11-ére meg is fogalmazta a 12 pontot, azonban többen felhívták rá a figyelmet, hogy ebből hiányzik a politikai foglyok szabadon bocsájtása, ám mivel így a petíció 13 pontos lett volna, a katonaságot érintő két követelésüket összevonták, így lett a tizedik pont a leghosszabb a katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Ugyanis korábban ezek a követelések két külön pontban foglaltak helyet. Eme 12 pontnak a törvénybe iktatása a pozsonyi országgyűlésen folytatódott, és a 12 pontnak köszönhetően március 18 és április 7-e között az országgyűlés megalkotta és elfogadta az új polgári demokratikus Magyarországot létrehozó 31 törvényt. Kis érdekesség, hogy bár a Pilvaxot akkoriban valóban Pilvax kávéháznak hívták, azonban sokan más néven is ismerték, ami nem más, mint Fillinger kávéház. No de miért nevezték így egyesek ezt az ikonikus helyszínt? Íme a Pilvax rövid története. 1838-ban nyitotta meg egy Privorszki Ferenc nevű férfi, akkoriban még Café Reneszánsz néven, azonban az 1840-es években vette át az üzletet egy Pilvax Károly néven ismert vendéglátós, aki át is nevezte a kávéházat a vezeték nevére. Viszont néhány évvel később egy Fillinger János nevű férfi vette át a kávéház irányítását Pilvaxtól, de neki nem volt kedve lecserélni a cégért, így maradt a Pilvax név, viszont akkoriban a környéken rengeteg ember már nem Pilvax, hanem Fillinger kávéházként emlegette a helyiséget, ez így volt 1848. március 15-én is, tehát amikor a márciusi ifjak kimasíroztak a kávézóból, akkor már nem Pilvax, hanem Fillinger működtette a kávéházat. Viszont a forradalom után mégis névcsere történt, ugyanis már sem Pilvaxnak, sem Fillingernek nem hívták a pestiek, hanem Szabadságcsarnoknak, egy idő után pedig a cégéren meg is jelent az új név. A forradalom és az azt követő szabadságharc után azonban a kávéházat Café Heren Gasséra nevezték át, később sőj a kávéházra, ám 1895-ben visszakapta legendássá váló nevét, a pilvaxot, és a helyiségben kitűzésre került a 12 pont és a nemzeti dal is. 1911-ben ért véget az ikonikus épület pályafutása, ugyanis a városvezetőség a belváros képének átrendezésére hivatkozva lebontatta a pilvaxot. És hogy miért jártak oda az 1840-es években a Petőfi Sándorhoz hasonló művész és forradalmi lelkületű fiatal emberek? Nos, a Pilvax törzs nem tartoztak sem az elithez, sem a nemességhez, ebből fakadóan pedig nem túlzottan voltak pénzzel eleresztve. A Pilvax ezzel szemben egy igen olcsó kávézónak számított, ráadásul működött a helyiségben egy olyan akció, miszerint a betérő vendég a fizetős kávéja mellé kap egy szerény, ingyenes reggelit, ez pedig természetesen százával csábította a pénzszűkében lévő fiatalokat. Ez hát a Pilvax Filinger és az odajáró Máciusi ifjak különös története. A Landerer család már a 18. század eleje óta több nyomdát is üzemeltetett Pesten és Budán is. A Landerer nevű nyomdát 1784-ben alapították. A nyomda későbbi vezetője, Landerer Lajos 1840-ben társult egy Hekenász Gustáv nevű illetővel, emiatt lett átnevezve Landerer és Hekenász nyomdára. Nem véletlen, hogy 1848. március 15-én ehhez a nyomdához vonult a magyar forradalmi tömeg. 1848-ra az ország egyik legkorszerűbb nyomdájává vált, így a márciusi ifjak biztosak voltak abban, hogy Landerernél tudnak majd a leggyorsabban, legjobb minőségben nyomtatni. Az akkori beszámolók szerint Landerer Lajos, aki ez futótűzként ért el a kibontakozó forradalom híre, teljes személyzettel és nagy mennyiségű papírral várta a forradalmárokat amikor a közel 2000 fős tömeg a nyomdához ért, Landerer Lajos bátran kisétált a népsokaság elé, ahol a forradalmárok felkérték, nyomtassa ki a náluk lévő 12 pontot, illetve Petőfi nemzeti dalát. Landerer azonban a cenzori pecsét bemutatását kérte a fiataloktól, hiszen akkoriban csak egy ilyen pecsét birtokában lehetett sajtót nyomtatni ám természetesen ilyen pecsét nem volt a forradalmárok birtokában. Mivel a márciusi ifjak nem óhajtottak vérontást rendezni, így tanácstalanná váltak, ám ekkor Landerer Lajos megsúgta nekik, hogy esetleg elfoglalhatnak egy nyomdagépet, és így neki sem eshet bántódása, hiszen nem önszántából, hanem a tömeg nyomására nyomtatná ki a petíciót és a verset. Ez tetszett a fiataloknak, így történt, hogy erőszak nélkül tulajdonképpen a nyomda tulajdonosának engedélyével tudták megvalósítani a céljukat. Bár ez a korabeli forrásokból fentmaradt történet szerint Landerer Lajos kimondottan szimpatikusnak tűnhet, valójában igen megosztó személyiség a magyar történelemben, sőt, egyesek az egyik legszégyenletesebb dologgal vádolják, miszerint Landerer a magyar nép kárára spicliskedett a császári hatóságoknál. No de miért gondolják ezt egyesek? Landerer Lajos, akit 1838-ban a pesti árvíz alatti helytállása miatt Pest díszpolgárává avatták, igen bizalmas kapcsolatot ápolt a bécsi kormányzattal és annak titkos rendőrségével. Bár 1841-ben ő maga adta oda a pesti hírlap szerkesztését Kossuth Lajosnak, azonban 1844-ben bécsi utasításra ő provokálta ki Kossuth lemondását és eltávolította a laptól. Kosút Lajos így írt róla. Landerer úr minden mértéket meghaladó szennyes piszkosságát tovább tűrnöm lehetetlen. Ráadásul Landerer Lajos többször azzal kérkedett, hogy őt maga Lothar von Metternich, a Habsburg birodalom gyakorlati irányítója és kancellárja pártfogolja. Azonban egyes történészek szerint nincs arra százszázalékos bizonyíték, hogy Landerer tényleges besugó lett volna, és hogy folyamatosan jelentett volna a császárságnak számára gyanúsnak gondolt magyar elemekről. Ugyanis Kosút, amikor önálló bankjegy és nyomda létrehozását határozta el, Landerer segítségét kérte. Ha bármi kételje lett volna azon irányba, vajon Landerer besugó vagy sem, bizonyára sosem bízta volna meg a férfit ilyen feladattal. És azt is hozzá kell tenni, Landerer segített 48. március 15-én a forradalmároknak, aminek meg is lett a böjtje. A szabadságharc bukása után bújdosni kényszerült, eltiltották a munkájától és a közélettől, a nyomdáját pedig teljes egészében korábbi társa Heken azt Gusztáv vette át. Sőt, egyes történészek szerint az sem kizárható, annak idején 44-ben kosutott nem bécsi nyomásra, hanem pusztán anyagi érdeke miatt távolította el, ami az üzleti életben sajnos igen megszokott dolog. Tehát bár személye megosztó, egészen biztosak nem lehetünk abban, hogy Landerer Lajos folyamatosan jelentette a bécsi kormányzatnak, vagy sem. Délután a Nemzeti Múzeum udvarára gyűlt össze a nagyobb néptömeg, hol Petőfi elmondá érintett alát írta egy 1848-as, március 16-án keltezett levelében Szőnyi Pál Talán ez a levélrészlet járulhatott hozzá, hogy a Nemzeti Múzeum lépcsőzetének egyik melvédjén az alábbi felirat olvasható. Petőfi Sándor 1848. március 15-én ehelyről szavalta el a nemzeti dalt így terjedt el, hogy Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén állva teli torokból szavalja el a nemzeti dalt az ünneplő tömeg előtt. Azonban ilyesmi sosem történt, bár Petőfi aznap négy helyszínen valóban felolvasta lelkesítő versét a tömeg buzdítására, a Nemzeti Múzeum nem tartozott eme helyszínek közé. Ezt számos korabeli feljegyzés megerősítette, a legbiztosabb pont azonban maga Petőfi Sándor, aki ezzel kapcsolatban ezt írja egy napló bejegyzésében. E költemény buzdította március 15-én a pesti ifjúságot. Elszavaltam először a kávéházban, azután az orvosi egyetemen, aztán a szeminárium terén, végre a nyomda előtt, amelyet elfoglaltunk a 60 utcában. Tehát szó sincs arról, hogy a Nemzeti Múzeum előtt elszavalta volna híressé váló versét, a legenda, illetve a bizonytalan emlékek valószínűleg azért alakulhattak ki, mert ne feledjük, az eseményeket végigkövető emberek felfokozott érzelmi állapotban voltak, köztük Szőnyi Pál is, aki Pesten tartózkodott a forradalom kitörésekor, így könnyen előfordulhat, hogy egyszerűen összefolytak előtte az események, összekeverte a helyszíneket, és rosszul emlékezett, Petőfi pontosan hol és mikor szavalta el a nemzeti dalt, azon a március 15 i napon. Plusz kis érdekesség, hogy a nemzeti dalt Petőfi Sándor 13-án írta meg, és amikor felolvasta barátainak, a vers még így kezdődött: Rajta magyar, hia haza! Azonban egy szikra Ferenc nevű cimborája közbeszólt: Barátom, elébb talpra kell állítani a magyart, aztán csak utána jöhet a rajta. Petőfi Sándor megfogadta a tanácsot, és a rajta szót átjavította a talpra szóra, így nyerte el a nemzeti dal végső, ma ismert formáját. Bár Táncsics Mihály kiszabadítása a március 15-i forradalom egyik ikonikus momentuma lett, valójában történelmi jelentősége minimális volt, és különösen fontosabb szerepet sem töltött be a forradalom és szabadságharcban. Táncsics Mihály 1799. április 21-én született Mihály Lósz Táncsics néven Komárom Esztergom megyében, Ácsteszérben elsajátította a takács szakmát, majd tanítóképzőt végzett után, ezután pedig az irodalom és nyelvészet felé fordult. A jobbágy családba született Táncsics részt vett az 1840-es évek reformmozgalmában, ám műveit folyamatosan cenzúrázták, azonban ő tovább küzdött eszméiért, a jobbágyság felszabadításáért, és sürgette a feudális viszonyok forradalommal a történő felszámolását. 1847 márciusában ezért elfogták, és sajtóvédség, illetve izgatás büntetében bűnösnek találták, majd bezárták a budavári József kaszárnyába. Az épület laktanyának épült, de az osztrákok börtönnek használták, ám ne egy vasszigorral, speciális felügyelettel ellátott zárkát képzeljünk el Táncsics esetében. Az osztrákok az idevetett politikai foglyokra úgy tekintettek, akiknek tartásuk, és írásba foglalt esküjük nem engedi, hogy szökést hajtsanak végre, Táncsics egy vasrácsok nélküli szobában raboskodott, amelynek ablakait kívülről bedeszkázták, így a férfi bármikor kirúghatta volna azt, de ahogy említettem, esküdtett arra, hogy nem fog megszökni, és akkoriban egyes emberek az adott szót valóban komolyan vették. Korabeli beszámolók szerint Táncsics éppen délutáni pihenőjét töltötte, amikor délután 4-5 óra magasságában megérkezett a kaszárnya elé a forradalmi, akkor már több tízezer fős tömeg. A forradalmárok lefeszítették a deszkákat Táncsics szobájának ablakáról, és kisegítették az ablakon keresztül a félállomban lévő férfit, majd beültették egy hintóba, melyből kifogták a lovakat, emberek álltak be elé, és kezdték húzni Táncsicsot Pest felé a férfi a hatalmas hangzavar ellenére elaludt a hintóban, és miután a forradalmárok látták, mennyire kimerült a publicista, a Váci utcában található nádor fogadóba szállították, ahol a meggyötört táncsics végre alaposan kialudhatta magát, és újra együtt lehetett feleségével, Terézzel, akit 1938-ban vett feleségül annak ellenére, hogy kiszabadítása nem volt olyannyira felemelő, mint ahogyan azt később ábrázolták, Táncsics munkássága napjainkban is igen fontos üzeneteket hordoz magában. A férfi élesen bírálta a politikai cenzúrát, azt gondolatgyilkosságnak tartotta, és művészetével lépett fel a népet sanyargató nagyurak ellen. Szavai napjainkban is örökérvényűek. Bár a magyar forradalom és az abból kibontakozó szabadságharc igen nemes eszmék által robbant ki, sajnos 1849. augusztus 13-án a magyar hadsereg összerobbant a hatalmas katonai túlerővel szemben, és világosnál letették a fegyvert az oroszok előtt a szabadságharc elbukott, a bukást pedig megtorlások, kivégzések, tömeges emigráció követték, majd Magyarország államiságának megszüntetése és a magyar nemesség megosztottsága. Minden esetre akárhogy is volt, le a kalappal a márciusi ifjak és minden ember előtt, akik azon a március 15-én felemelték hangjukat a népet kiszipolyozó zsarnokok ellen. Bár egy ennyire szövevényes témakörrel kapcsolatban annyi mindent mondhatnék még, de azt hiszem, zászóként maradjunk Táncsics Mihály mindenkor érvényes gondolatainál. A koronák és trónusok addig állhatnak fent, míg a népek szegények, tudatlanok. A kormány az országért van, tehát fölötte a nemzet mindenkor intézkedhetik. Nektek mi a véleményetek a videóban elhangzottakról és az 1848-as március 15-i magyar forradalomról? Gondolataitokat szívesen várom komment formájában itt a videó alatt. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Ha érdekesnek találod a munkásságomat, kérlek iratkozz fel ide, és a J.V. Cooper a világ legbrutálabb csatornámra is, illetve kövessd be a GV Cooper Facebook oldalt. Ha van kedve, csatlakozz a csatornatagság funkcióhoz, ahol a novelláimból készített videóimat, GV Cooper 1 perceseket és egyéb érdekességeket tekinthetsz meg. Köszönöm szépen minden csatorna tagnak a támogatást. A következő epizód hamarosan érkezik, addig is az erő legyen veletek. Sziasztok!